Retro, vagy a Windows 95. Igen, a cím komoly. Amerikai gyártók elkészítették a Windows 95 applikációt. És ennek most már a 2.0-as változata érhető el, tehát a Windows 95 2.0. Ez nem egyezik meg az anno annyira ismert Windows 95-tel, bár külsejébe és funkciójába majdnem azonos, de ha valaki komoly munkát akar végezni a régi operációs rendszerbe, még mindig jobban jár, ha virtualizáció segítségével egy eredeti Windows 95-ös példányt futtat. Aki viszont a retro jegyébe szeretné ezt a programot használni, annak nagyon ajánljuk. Ez Windows 10-re, macOS-re és Linux-ra is elérhető változatba lesz, van. Ugyanis februárban már megjelent, tehát már elérhető. Ez tartalmaz egy teljes Windows 95 felületrendszert, ehhez Netscape navigátort, néhány demo programot, illetve néhány programot, és néhány játékot, mint például a Doom-ot vagy a Wolfenstein 3D-t is hozzárakták ehhez a Windows 95-ös példányhoz. A fejlesztő azt ígérte, hogy lesz még egy-két upgrade ehhez a programhoz, de nem kíván nagyobb energiát belefektetni, csak amennyi ideje pluszban van, annyit fog erre rászánni. De meglepődve tapasztalta, hogy már az első verziónak is mekkora a sikere volt, mennyien voltak rá kíváncsiak a retro jegyében, hogy egy kicsit a régi időkbe visszamehessenek. Reméli, hogy hasonló sikereket fog elérni a már jobban működő, több funkcióval rendelkező 2.0-as verzió is. Ami ráadásul még abba is több az előző verziónál, hogy most már rendesen hang is van alatta, ami az előzőből ugye hiányzott. Ha kíváncsiak vagytok rá, töltsétek le nyugodtan, most már elérhető, mint említettem, Windows 10, macOS és Linux alapokra, vagy oprendszerekre. Jó szórakozást hozzá! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!